Megtartotta ezévi első ülését Komárom város képviselőtestülete. A jóváhagyott napirendi pontok értelmében többek közt a város költségvetésének módosításáról is döntöttek a képviselők. A jóváhagyott javaslatoknak köszönhetően többek közt kerékpár állványok létesülhetnek hat alapiskolában, megújulhat a városi rendőrség és a Komenszky utcai alapiskola épülete, valamint további elemekkel bővülhet a víztorony mellett található multifunkcionális játszótér, és az őrsőfalui futballpálya is megújul. A város tulajdonában és kezelésében lévő járdaszakaszok felújítására 150 ezer eurót hagyott jóvá a testület, és elkezdődhet egy pár útszakasz átépítése is, többek közt az Esztergályos utcai körforgalom képítése, valamint az őrsőfalui városrész polgárai által több éve igényelt Kertekallia utca felújítása is. A testületi ülés egyik legfontosabb döntése az egykori poliklinika épületének eladása volt, amelyről külön tudósításban számolunk be. Ugyancsak magazinműsorunk következő adásában foglalkozunk a területrendezési terv jóváhagyott módosításaival is. A városban működő kulturális, közéleti és civil szervezetek tevékenységének támogatására 60 ezer eurót, a városi sportklubok számára pedig 250 ezer eurót hagyott jóvá a képviselőtestület. A Komáromi Jókai Színház idén ünnepli megalakulásának 70. évfordulóját. Keszek Béla polgármester javaslatára a képviselők úgy döntöttek, hogy 20 ezer eurót hagynak jóvá a színház környékének rendbetételére, amely a felújítás követően egy közösségi téré alakulhat minden komáromi számára.